Nyíregyházán is sokan kíváncsiak voltak az EB magyar-osztrák meccsére, majdnem ezren döntöttek úgy, hogy a Benczúrtéri szabadtéri színpad óriási kivetítőjén nézik meg a mérkőzést. Itt szurkoltak a nyíregyházi ultrák is, akik minden fontos a pillanatban felugrálnak a szigetről. A nyíregyházi szabadtéri színpadra 400-500 embert vártak, de ennél jóval többen mentek el. A becslések szerint 900 nyíregyházi szurkolt együtt a magyar válogatottnak. A hangulat végig fergeteges volt, a közös gólörömök miatt mindenki úgy érezhette, mintha élőben a stadionban nézni a mérkőzést. A magyar válogatott legközelebb szombat este lép pályára a franciaországi EB-n, a következő ellenfél a Portugáliával döntetlent játszott Izland csapata lesz. A nyíregyházi szurkolókat most is várják a szabadtéri színpad kivetítője elé, de a beléptetés szombaton másképp történik. 4-500 főre számoltunk, és 850 férőhelyes a szabadtéri színpad, ezért volt körülbelül 30-40 ember, aki már nem tudott leülni. Erre annyit tudunk a következő meccsre kitalálni, hogy limitáljuk a bejövőknek a létszámát. 850 főnél azt fogjuk mondani, hogy sajnos megtelt a ház, de hát ez mindenhol így van, egy kávézóban is akár látják az emberek, hogy már nincs több ülőhely, nem tudnak többen bejönni. A szabadtéri színpad székeit érkezési sorrendben foglalhatják el a szurkolók. A mérkőzések előtt a kapunyítást minden alkalommal 5 órára tervezték, de ez módosul. Szombaton már 4:30-kor kinyitják a szabadtéri színpad kapuit. Kirják Róbert azt mondta, ha a 850 ülőhely megtelik, 40-50 drukkert állóhelyre még beengednek, de csak úgy, hogy ne zavarják a székeken ülők kilátását. A szabadtéri színpadon szurkolókat arra kérik, hogy sem alkoholos italt, sem üdítőt kintről ne vigyenek be magukkal. A létesítmény több pontján büfé áll a vendégek rendelkezésére, ahol a keddi tapasztalatok után nagyobb mennyiségű áruval és több eladóval várják majd a szurkolókat. Szombat este Nyíregyházán a szabadtéri színpad mellett a Szabadság téren a VMKK melletti sörsátorban és a parkfürdő területén felállított kivetítőn is meg lehet majd nézni az EB meccset.